Új aszfaltburkolat a déli ipari parknál Nyíregyházán. A felújítás a körforgalomtól a benzinkút mögötti területig közel 1 kilométer hosszú szakaszt érintett. Itt a körforgalomnál új buszöblöt alakítottak ki, megújult az érpataki főfolyást átívelő híd és a vasúti átjáró is. Nagyon fontos, mert innen a 4-esről a forgalom most már erre jött, mind az áruforgalom, teherforgalom, mind a személyforgalom. Ez teljesen elmegy a körforgalomig, és ez én azt gondolom nagyban segíti az itt dolgozó, itt működő cégek, és hát az itt dolgozó emberek mindennapjait. Minden szempontot figyelembe vettünk, buszoból épült, a vasúti átjáró megújult, és a csapadékvizelvezető csatornának is a hídja felújításra került, tehát ez a szakasz hosszú időre rendben van. Az útszakasz felújítása mellett a jelentős tehergépjárműforgalom miatt a pályaszerkezetet is megerősítették. A nyíregyházi önkormányzat célja, hogy ehhez a fejlesztéshez kapcsolódva újabb szakaszt újítsanak meg. Másik irányból, még a régi 4-es, hogyha városból jövünk, vagy ha onnan mennek be a városba, és nem az autópályára, vagy a 4-es útra, annak a terve a következő lépésünk. Ez EU forrásra várunk, szeretnénk azt az önkormányzat tulajdonába venni, az nem önkormányzati tulajdonú, és ugyanilyen módon felújítani, mint ezt a szakaszt. Azt gondolom, hogy ez a másik oldalról ugyanezt a nagy előrelépést jelenteni. A Rozsrét-Szőlői bekötőút felújítása tavaly áprilisban kezdődött. A terület és településfejlesztési operatív programból bruttó 600 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a nyíregyházi önkormányzat.